Ezek a lépések mindig valami szép eredményt hoznak, és mindig valami valóságos igényen alapulnak. Lépésről lépésre halad Gyula fejlesztése, hangzott el a Városházán csütörtök délután megtartott közmeghallgatáson. Béres István főépítész a Szent Miklós Park és az Almási Kastély cselédszárnyának vagy oldalszárnyának összesen 1 milliárd forintos fejlesztéséről tartott tájékoztatót. Igazából az épület tömege és homlokzata nem fog megváltozni, hanem a belső átalakítása történik meg. A vár felőli részen egy melegítő konyhát alakítanak ki, ez szolgálja majd ki a vendéglátóteraszt, a látványkonyhát, és adott esetben a báltermet. Az épület közepén egy bálterem, egy a kastély építés korabeli bálterem kialakítása fog megtörténni, ami alkalmas lesz esküvő, konferenciák és egyéb rendezvények lebonyolításához, és bővítjük a látogatóközpont bejárata melletti területrészen a látogatók fogadásának terét, hiszen jelenleg az új toronynak a földszintje nagyon szűkös. A Szent Miklós Park és a cselédszárny korszerűsítésének jelentőségéről és a várható határidőkről Görgényi Ernő polgármester beszélt. A cselédszárnyat illetően pedig a végső stádiumban vannak a kiviteli tervek, az engedélyes terv rendelkezésünkre áll. Hogyha megvannak a kiviteli tervek, ami néhány hét kérdése, akkor tudjuk elindítani a közbeszerzési eljárást is. Nyílt eljárásban választjuk majd ki a kivitelezőt, és bízunk benne, hogy azon munkálatok is még az idei évben elindulhatnak, de legkésőbb a jövő év elején, és a pályázatot azt jövő év augusztus 31-ével megvalósítsuk. A Szent Miklós Park tervei már elkészültek, hamarosan elindul a közbeszerzési eljárás, és a remények szerint még az idén megkezdődik a kivitelezés.